Újra megalapították az Ukrán Nyelv és Kultúra Intézeti Tanszéket a Nyíregyházi Egyetemen. Szlavisztika képzés már korábban is volt az intézményben, 1992 és 2013 között. Az egyetem tervei szerint a sikeres akkreditáció után a szlavisztika alapszak ukrán szakirányjal 2018. szeptemberében el is indul majd. Bízunk benne, hogy itt az a néhány év szünet újabb várakozókat és jelentkezőket érlelt meg. Én nagyon remélem, hogy újra lesz olyan érdeklődés, mint a szak fénykorában, és ismételten egy népes csoportot, bár kis szak, és mindig ugye a létszám ennek függvényében a többi képzéshez képest ugye alacsonyabb, de itt nálunk a néhány fős, esetleg 10 fős szak, ez már jelentős csoportlétszámnak minősül. Nagyon bízunk benne, hogy ezt sikerül feltöltenünk. A tanszék újraalapítása abban is segít majd a tervek szerint, hogy az ukrán nyelv olyan létjogosultságot nyer majd Magyarországon, amilyen a magyar nyelvnek van Kárpátalján. A határ közelsége még vonzóbbá teheti a leendő hallgatók számára a képzést, akik a jövőben a kultúra átadásában is fontos szerepet játszhatnak. A vezetőség abban bízik, ezentúl több ukrán nemzetiségű hallgató tanul majd Nyíregyházán magyar nyelvet is. Mindenféleképpen fordítási részben gondolkodunk, mind történelmi munkákban, mind esetleg irodalmi fordítások születőben lesznek, és ezek kibővítik azt a hiányt, pótló kiadványok lesznek, amelyek mind az ukrán félnek is fontosak, meg a magyar félnek is. Nyíregyháza kulturális centrummá válik a tanszék indításával, valamint egy tudományos hidat képez a két ország között. A gazdasági kapcsolatok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több helyen is fejlődtek az elmúlt években, de az oktatásnak is fontos szerepe van a két ország között. Természetesen nem csak Nyíregyházát, hanem Kisvárdát is említhetném, amely méretéhez képest szintén egy jóval nagyobb küldetést és feladatot vállal ebben a kérdésben, és a határmentiség egyúttal azt is jelenti, hogy a kulturális szövetet kell minél erősebbre szőni, a nyelvet kell tudni, ahogy Kárpátalján egyre többen tanulnak magyarul a nem magyar többség részéről, így itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is meg kell teremteni a lehetőséget a alapfokú oktatástól kezdve az egyetemi oktatásig az ukrán nyelv elsajátítására. Az intézmény A épületénél Udvari István professzor tiszteletére emléktáblát helyeztek el. Ő hozta létre az ukrán és ruszin tanszéket 1992-ben. Munkássága annyira sikeres volt, hogy nemzetközileg jegyzett kutatóhellyé vált.